Hello srácok, ez a Gaming is Fun, és most elérkeztünk az operátoriskola sorozat 34. részeihez, amiben a francia GIGN védőjéről és az én kedvenc operátoromról, Rookról fogunk beszélni. Köszönöm, hogy megnézed ezt a videót, igazán nagyon értékelem, remélem tetszik, ha így van, nyomj egy lájkot, írd le a véleményedet, oszd meg, hogy jusson el másokhoz is, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. Ez a sorozat pedig arról szól, hogy a Rainbow Six Siege-ben minden egyes operátort értékelek, egy 1-től 10-es skálán a fegyverkészlet, a gadget és a használhatóság terén, A, B, C vagy D kategóriába sorolom őket, és elmondom, hogy miért vedd meg, vagy miért használd. Rook a videójában fontosnak tartja a kölcsönös bizalmat a csapattársaival, ezért szemrebbenés nélkül végig tudja állni, ahogyan mellkasba lövik egy revolverrel. Lássuk az első kategóriát, ami a fegyverkészlet. Három elsődleges fegyverre van, az egyik a P90 SMG, ami 21-et sebez, 970 golyót lő ki percenként, 50 plusz 1 golyó fér bele, a visszarúgása pedig eléggé véletlenszerű, de Close Quarters Combatben csak ritkán jelent bajt. Viszont, ha már távolabbra kell lőni, akkor komoly gondjaid lehetnek vele, valószínűleg csak a fejlövés fog végezni az enemivel, amit viszonylag nehéz elérni ezzel a fegyverrel. Nem tudom már mikor, de elég régen, körülbelül ősz elején a rikoéja sokkal kontrollálhatóbb lett, és így nem értelmetlen legalább már a fegyver. Meglepő dolog, hogy lehet ékokkal használni, de én egyáltalán nem tanácsolom. Tegyél rá inkább holografikot, egy flash hider-t vagy extended barrel-t, és esetleg lézert. A másik szintén egy híres, nagynevű SMG, és ezt is ismerhetitek már videójátékokból, ez pedig az MP5. 29 a damage-e, 800 a fire rate-je, és 30 plusz 1 a kapacitása. A recoil-ját és a damage-ét is rontották a játék megjelenése óta, ami engem elszomorított, de így se vészes. Kivétel nélkül mindig ékokkal hozd, mert nagyon kevés ékok van védő oldalon, és ha már olyat hozzon, amin lehet, akkor ékokkal hozd, mert lehet más meg azzal szeretne jönni, de nem jut már neki. Továbbá vertical grippet is használok rajta, hiszen az tulajdonképpen alap. A harmadik pedig egy pump action shotgun, a neve SGCQB. 51 sebez, ami közepes távolságon is érezhető, becélozva körülbelül 10 méterig egy hitel, ami durva a shotgunok körében. 7 töltény fér bele, amit egyenként táraz be. Jó soti, de szinte csak és kizárólag az MP5-öt használom, ezt ajánlom nektek is. Két másodlagos fegyverre van, hasonlóan a másik három GIGN operátorhoz, az egyik az LFP 586 revolver, ami 77-et sebez, 6 töltény fér bele, és óriási visszarúgása van. A másik egy pisztoly, a P9, aminek 30 a damage-e, 16 plusz 1 golyó fér bele, recoil-ja pedig muzzle break-kel szinte nincsen. Mind a kettőt szeretem, mikor melyiket hozom, talán védőbe inkább a P9 illik. Másodlagos gadgetnek pajzsot vagy impegránátot hozhat. Ha csak senki sem hoz a csapattársait közül robbanószert és rákényszerülsz, akkor hozd azt, de egyébként én inkább a shieldet ajánlom. Rooknak tulajdonképpen tökéletes loadoutja van, védekező szinten az egyik legjobb. Van minden távolságra való fegyvere, két jó másodlagos fegyvere, és még robbanószert is tartalmaz a loadoutja. Így én erre a kategóriára Rooknak egy 10 per 10-et adok. Jöjjön a gadget. Rook gadgetje egyszerű, de nagyszerű. Sokan nem érzékelik, de ez az egyik legfontosabb és legjobb védekező gadget. Lehet, hogy csak egy golyóval bírsz el többet, mint egyébként, de a lényeg most jön. Az esetek nagy százalékában nem meghalni fogsz egy testlövéstől, hanem DBNO-ba, vagyis injury-be kerülsz. Csak egy látványos példa. Futkározik egy Rook Armor nélküli bandit a plénen, és gáz mellkasba lövi, közepes távolságról. A bandit meg fog halni. Viszont ugyanez a situ. Ha rajta van az armor, akkor csak leinjöröződik, oda kúszik biztonságba egy csapattársához, és felszedik, vagy még távolabbról segít neki a doktor úr. Jó dolog továbbá, hogy nem lassít az armor, és nem is hangosít, amit Rooktól felveszel. Nincs a gadgetjére egyenes ellensúly, ami nagyon jó. Erre a kategóriára is 10 per 10-et kap. Jöjjön az utolsó, ami a használhatóság. Bárki tudja használni. Nincsen skill capje, amit ki kell fullozni, mint mondjuk egy shieldesnél vagy kaveiránál, hogy jó legyél vele,
Éppen ezért minden kezdőnek őt ajánlom a legelső operátornak. Nekem is ő volt az első, és nem bántam meg. Nincs más dolgod, mint mihelyt elkezdődik a kör, ledob a mapra a játék, leteszed a táskát, bejelölöd a pingjellel, azt hiszem PC-n Z konzolon balra nyíl, te felveszed a sajátodat, és megkéred a többieket, hogy vegyék fel. Ezután leteszed a shieldedet, és vársz. Egy jobban összeszokott csapatnál szokás, hogy a rúk menjen fel reinforcolni a csapóajtót, mert igaz, hogy lassú, de az előkészületi szakaszban van 40 másodperc szabad ideje. És ráadásul, ha be is szkenneli a Jackal, mert felmegy, bent van Sighton, acélfalakkal körülvéve, biztonságban, és ráadásul a roamerek kisebb eséllyel szkennelődnek be. Igazából nincsen egy okod arra, hogy miért ne hozd Rookot. És olyan egyszerű használni, hogyha ezt a három dolgot megcsináltad, akkor jön az enemy, lősz és kész. Ennyi. Úgyhogy Rook egy tank tulajdonképpen, pláne ha rajta van az armor, és Doc még be is híleli 120 HP-ra, akkor nagyon OP tud lenni. Az egyetlen counter rá a headshot, de ez nevetséges, mert az mindenkire ugyanúgy counter. Ja igen, Doc. Rook mindenkivel kiválóan együtt tud működni, de Dokkal különösen jó párost alkotnak, mellé még egy Mute, egy Valkyrie, meg egy futkározós, és nagyon nehéz dolga lesz a támadóknak. Rook a védekező a játékban, ezért erre a kategóriára is egy 10 per 10-et kap. Ahogyan pedig a számok kihozták, Rook egy 10 per 10-es maximum pontszámmal bekerült az A kategóriába. A következő részben egy támadóról fogunk beszélni, de hogy kiről, azt mint mindig, most is ti döntitek el. A képernyő jobb felső sarkában található szürke I betűvel jelzett kártyán szavaz arra, akit következőnek látni szeretnél. Elnézést kérek, hogyha ebben a videóban egy kicsit rosszabbul beszéltem, vagy valami összeakadt a nyelvem, azért, mert eléggé beteg vagyok, és éppen ezért ma sajnos nem lesz live. Remélem, hogy holnap vagy holnap után már olyan állapotban leszek, hogy tudunk egy jó kis élőadást csapatni, mert tudom, hogy azt nagyon szeretitek, úgyhogy ezt nézzétek el. Ennek ellenére köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, igazán nagyra értékelem, remélem tetszett, ha így van, nyomj egy lájkot, írd le a véleményedet, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, hozd meg, hogy jusson el még több emberhez is, és ha még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel. A legközelebbi videóig pedig Gaming is Fun, és sziasztok!